Anyaországi és határon túli magyarok ellenfélként léptek a szőnyegre csütörtökön Fonyódon. A mindennapokban azonban már barátságok szövődtek a beregszászi és a balatonparti fiatalok között. Fonyód 2 éve fogadta be a kárpátaljai fiatalokat. Kárpátaljai, délvidéki, felvidéki gyerekek tűntek föl városunkban, akik egy más kultúrát, másabb kultúrát hoztak, és mindig el szoktam mondani, hogy végre újra köszönnek a fonyódiak egymásnak. Ezt a szokást hozták ugyanis a diákok a határon túlról. Épp testben, épp lélek. Ez akár a kormány hitvallása is lehetne, mondta Semjén Zsolt a rendezvényen. A miniszterelnök helyettes arra utalt, hogy az iskolákban bevezették a mindennapos testnevelést, ezzel párhuzamosan pedig megpróbálták orvosolni a nemzet legnagyobb tragédiáját, Trianont is. Ennek szellemében adták meg a határon túli magyaroknak a kettős állampolgárságot. A jogi kereteket azonban tartalommal kell megtölteni, tette hozzá. Hogyha minden magyar diák volt egyszer a határon túli magyar közösségekbe, az soha nem fogja egy kárpátaljai magyart ukránnak nevezni. Megjegyzem, mi magyarországiak sokat tanulhatunk nemzethűségből és kitartásoktól, azoktól a magyaroktól, akik a határon túlra küzdve, a határon túlra szorulva küzdenek a magyarságukért. És ezért fontosak az ilyen típusú rendezvények is, mint ez a Kárpát-medencei sporttalálkozó. Mert itt alakulnak ki azok a barátságok, azok a kapcsolatok, amik az élő hajszál gyökeret és szövetet adják az egész nemzet számára. Simicsko István államtitkár a sport jelentőségéről és közösségépítő erejéről beszélt. Varázseszköz tehát a sport, mert integrál is, mert felzárkóztat is, mert közösségre nevel, nemzeti összetartozásra nevel. A kárpát-medencei magyar fiatalok jól döntöttek, amikor a sport irányába léptek, és jól döntöttek azok az emberek, akik ezt a törekvést támogatták és támogatják. A Birokra magyar program eredetileg a Kárpát-medence birkózóit tömörítette. A kezdeményezéshez azonban már több sportág, a foci, a kézilabda és a szumó is csatlakozott. A legjobban teljesítő növendékeket idén is díjazták a Fonyódi gálán.